Köszöntelek benneteket, kedves gyerekek, a második osztály most irodalom órán. Én Kovács Mitted, itt vagyok, az Újvidéki Szvetozár Márkovics Gimnázium magyar tanára. Vörös Marti Mihály a Véncigány című versét hoztam el nektek a mai órára, és ennek kapcsán Vörös Marti utolsó verseiről is szót ejtenék röviden, ugyanis ez a költeménye a kései látomásos költészet sorába tartozik, és emellett kell említsük a Gondolatok a könyvtárban című verset is, az előszót, az embereket, az országházát, és így tovább. Tehát ezek a nagy gondolati költeményei. Én a mai órát mégis egyetlen vers köré szerveztem, ugyanis az előszóról van egy másik óra is, és a Gondolatok a könyvtárban című verset, viszont szeretném majd, hogyha ugye a mai vers mintája alapján, akár a közös gondolatok mentén, majd ti is elolvasnátok, viszont fontosnak tartottam, hogy egyetlen vers mélységét is megismerjétek, illetve magát a verset is, ami az olvasókönyvetekben sajnos nincsen benne. Magáról a versről néhány felvezető gondolatot elmondanék, mielőtt a versről megismerkedünk, ugyanis az 50-es évek táján Vörös Marti egyre kevesebbet írt, illetve amit írt, azok viszont ugye elkomorult hangnemben születtek meg, és a korábbi értelmezések ugye ezt összefüggésbe hozták a szabadságharc bukásával, amit most sem vetünk el. Ugyanakkor ezek a gondolatok már a szabadságharc előtt is megjelennek a már említett versekben, és ebből is adódik ugye az az értelmezési lehetőség, hogy itt azért egyáltalán a reformkori törekvésekben, a felvilágosodás eszmébe már a romantikusok ugye némileg csalódtak, tehát látták, hogy nem feltétlenül tudnak bekövetkezni azok az álmok, amelyet ugye az emberiség fejlődéséről gondoltak, hanem éreztek ugye a világban, a maguk körül zajló történésekben egyfajta hanyatlást is. Ezek a gondolatok azért ott rejlenek Vörös Marti költeményeiben is, és ez jellemzi majd az általunk olvasott verset is. Ugyanakkor Vörös Marti a késői költészetében már a nyelvújítás utáni nyelvben írt, illetve hát a teljes munkássága e szerint alakult, tehát ő már úgy mondhatnánk, ugye, hogy a megújított nyelvet teszi irodalmivá, emeli irodalmivá, viszont ezekben a költeményeiben már a magabiztos nyelvhasználat eredményeképpen is a saját korában szokatlan képeket is alkalmaz, képzett társításokat is kialakít, amit nagyon sok esetben egy jó ideig nem tudtak értelmezni, nem tudtak mire vélni az értelmezői, az olvasói. Ez volt jellemző, ugye a kortársa megközelítése szempontjából, tehát Gyulai Pál irodalomtudós kritikus szempontjából is, hogy tévesen értelmezték a verset, mert lényegében az volt emögött, hogy nem tudták úgy megérteni azokat a költői képeket, amiket a versben Vörös Marti használ a kifejezésére. Ezek a kapcsolatok, és majd ki fogunk erre térni a versben is, igazából a 20. században találták meg a maguk értelmező olvasóit. Valójában kellett hozzá az avantgárd, illetve a modern irányzatoknak ugye a lázadó hozzáállása, az lázadó alkotói szférája, és ez meghozta ugye a korábbi mű újraértelmezését, felfedezését, annak az értékeinek a kifejtését. Tehát ezek a képz, amik még itt képzavarnak minősülnek, azok ugye a későbbiekben már értékévé válnak a versnek, sőt ezért szeretik, akár így is mondhatnánk, a 20. századi olvasók Vörös Martinak ezeket a verseit. Tehát ugyanez megjelenik az előszóban is, illetve ugye a Véncigányban is.
Ezért történik meg az, amit mondhatunk ugye erről a versről is, hogy megkésett a befogadása. Tehát a saját kora igazából nem értette, ugyanakkor mi ma erről egészen más gondolunk, és talán ez az alkotói hozzáállás, amiben megjeleníti a kozmikus jelenidőt, az elmúlás előtti búcsúzás élménykörét, tehát ez lehet, hogy a mai világban ez jobban megérinti az olvasó embereket. Nézzük röviden a vers adatlapját. 1854-ben íródott a vers, július vagy augusztusban, ez nem egy pontos meghatározás. Amit viszont tudni kell, hogy Vörösmarty Mihály 1855-ben halt meg. Tehát egy évvel a halála előtt írta ezt a költeményt, és mai értelemben nem tartjuk feltétlenül öreg embernek, de itt azért mégis már egy más élettapasztalattal rendelkezik, és egészen másként rátlá a dolgokra, visszafelé, visszatekintő értelmezése van a világ dolgaiban is, és éppen ezért egy összegző hozzáállás is benne lehet ebben a nézőpontban. A vers jellemzője, hogy a költő utolsó befejezett költeménye, amit ugye az irodalom értők körében hattyú dalnak nevezünk, ugyanis a hattyú utolsó dala, tehát ez lenne ugye a teljes és értékes, ami önmagába sűrítheti akár a korábbi költemények legfontosabb értékeit is. Éppen ezért, és a tartalma miatt is, árszpoétikának is tekinthető, amiben ugye a költészeti célkitűzéseit is megfogalmazza a költő. A vers műfaja, a rapszódia, egy pillanatra meg is mutatom a verset, hogy lássátok. Miért rapszódia? Ugye a rapszódia műfajára jellemző, hogy hullámzó a kedélye. Tehát hangulatilag is egy nagyon hullámzó, tehát tartalmilag hangulatilag hullámzó versen van dolgunk. Ebben az esetben nem csak ugye ez játszik szerepet, hanem formában a látványaként is ezzel szembesülhetünk. Ne zavarjon meg benneteket ez a törés, ez igazából a dia miatt kellett, hogy betegyek egy-egy üres sort, tehát itt azért a számozott versszakok azok úgy teljesek, ahol a szám indul. Ugyanakkor nem is ez a lényeg az üres hely, hanem a sorok hosszúsága, ami, hogyha hullámzóvá válik, tehát ebből is már gyaníthatjuk azt, hogy ha nem szabad vers, mert pedig az inkább későbbi korokra jellemző, legalábbis tömegével inkább a 20. századtól kezdve, viszont ha itt nem szabad versről van szó, akkor valószínűleg, hogy a romantika egyik közkedvelt műfajával is találkozhatunk. Ez ugye egy előzetes rálátásunk lehet a vers olvasása előtt. Tehát rapszodikus szerkezetről beszélhetünk, tehát ugye a formavilágát említettem, és a műfaja is, tehát bordal és ódai hangvétel keverékéből gyúrja össze, tehát valójában alakul ki a teljes vers, erre még visszatérek a vers olvasásakor. A stílusa pedig vegyesen a köznapi beszéd és a pátosz stílusát is hordozza magán, szintén az előző vegyíték következtében. A versformája 10-soros versszakok, rímképlete, tehát XA, XA, BB, CC, DD, tehát páros rímekkel vejeződik azzal, hogy az indulása egyfajta szabadbeszédszerűséget ad, tehát ezzel a rímtöréssel. És 4-soros refrén található mindegyik versszak végén, ami nagyon ritka, mert a refrén ugye egy sor, két sor többnyire, tehát ez a jellemzőbb. Ugyanakkor ebben a versben, tehát a kétharmada egy-egy versszaknak a refrén, és ezt látni fogjuk, hogy hogyan hat. Ha ott lennénk a tanterembe együtt, akkor föltenném a kérdést, hogy tetszett a vers, és ez engem valóban érdekel. Ugyanis
amikor először találkozunk egy irodalmi alkotással, akkor az első benyomás nagyon fontos. Ami a vers értelmezését illeti, ha a címből indulunk ki, akkor már a cím is ugye egy jóslatot ad, illetve felveti a lehetőségét az értelmezésnek, és ezt a verset értelmezhetjük legalább kétféleképpen. Ugye egyrészt úgy is, hogy a vén cigány lesz a jelenet szereplőnk, akit ugye a költői én hangja biztat, tanít magára, a művészetre, a muzsikára, mert hogy a cigány zenészt is tulajdonképpen ugye a maga művészének, művészetének jeles képviselőjeként tudja elképzelni. A másik értelmezésünk viszont, ha metaforikusan vesszük a cigány jelentését, a vén cigány jelentését, akkor ez egy önarckép lenne, illetve egy önértelmezés, önmegszólítás. Ami a vers értelmezését illeti, megfigyelhetjük, hogy a 7 versszakban a kezdősorok mind-mind egyfajta megszólítást és alaphelyzetet adnak. Nézzétek meg, tehát az első versszakban, tehát itt megteremti ugye ezt az alaphelyzetet, a kiinduló pontot, és az első sora az ugye a megittad az árát, tehát húzd rá cigány, megittad az árát, ez egy teljesen hétköznapi jelenet keretet biztosít ugye ebben a párbeszédben, és maga a kifejezés is, hogy megittad az árát, ez is egy közbeszédszerű biztatás lenne ugye a felszólítás mellett. És ez az egyes szám második személyű megszólítás, ez megjelenik ugyanígy a második, harmadik, negyedik, illetve a harmadik versszakban is, bocsánat. A negyedik versszakban itt módosul, ugyanis ez már egy új értelmezési lehetőséget, illetve értelmezési pontot jelent. Nézem, hogy a következőm is megjelent, jó. Az ötödik versszaknál, tehát itt váltunk, tehát itt már nincs meg ugye az egyes szám második személyű megszólítás, mint ahogy nincs meg az ötödik, hatodik versszakban sem, majd a hetedikben fog visszatérni ez az egyes szám második személyű szerepi helyzet megszólított. Tehát itt láthatjuk is. Mi történik a negyedik versszaknál, tehát ebből az a kiinduló pontból? Tehát valójában ezek az első sorok vezetik be, ugye, tehát úgymond a tételei a szakaszoknak, és ugye a képek ezeket az indító sorokat fogják kifejteni mindegyik versszakban. Még egyszer sorba, tehát megvan az alaphelyzetünk. A második versszakban forjon véret, forjon, mint az örvény árja. Ez egy tanács lenne, hogyan is kell ugye muzsikálnia a vén cigánynak. A harmadik versszakban tanulj dalt az engő zivatartól. Egy újabb tanáccsal találkozunk tehát ebben a sorban is, majd később még rátérek a teljes részére a versnek. Illetve itt viszont a negyedikben kérdést fogalmaz meg, és ezek a kérdések, már pedig felsorolt kérdésről van szó, viszont a kérdőszavunk ugye rögtön az elején jelentkezik, tehát a tanácsok után mégiscsak rákérdez, ugye, megint a módszerre, tehát a hogyan játékára. Erre a kérdésre kapunk választ Vörös Marti értelmezésében az ötödik és a hatodik versszakban. Ugyanakkor viszont itt már két sort emeltem ki, mert maga a kép sokkal összetettebb, és a vers áthajlás is ezt csugalja, hogy egybe olvassuk a sorokat. Mit figyelhetünk meg? Tehát itt ugye nagyjából a versben kialakuló cselekmény, tehát tanácsadás, kérdésfelvetés, tehát egyfajta elbizonytalanodás, majd pedig erre a válaszok megfogalmazása lenne, ami a jelenet keret
kommunikációs részét illeti, majd az utolsó versszak megint csak visszahúzza a kiinduló pontunkat, ugyanis megint megjelenik a megszólítás azzal, hogy teljesen ellentétes hangvételt vesz. Nézzük akkor a, így van, a jelenet keretünket. Ezért is lesz keretes szerkezetű a vers, ugyanis a kocsmai jelenet képzete az, az első és az utolsó versszakban alakul ki, és valóban tehát egy bordal hangulatát is adja, és ennek a bordal hangulatát viszi tovább a refrénünk. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűtvonó bulbot, tehát ez a refrén végig kíséri a többi versszakot is, tehát a szövegtörzs többi szakaszát is, míg az utolsó versszakban újra megjelenik, viszont itt módosul ez a megjelenés, picit ki is emeltem vastagabban, tehát módosul ez a forma, ami megint csak egy újabb jelentéssel gazdagítja a verset, márpedig a feltételek megfogalmazásával, hogy ha már alkot, ha már még húzza a cigány, és még mindig van arra lehetősége, hogy megszólaljon, az mégiscsak ahhoz kell, hogy kapcsolódjon, hogy a világtól elszakadjon, a világ gondjaitól elhatárolódjon. Na most ez a gondolat már ugye egy picit előre utal a modern alkotók gondolkodás módjára is, méghozzá ugye ott ugye arról fogunk majd beszélni, hogy az elefántcsont toronyba elvonulnak az alkotók, és nem biztos, hogy mindig mindent megértenek az egyszerű olvasó emberek, vagy pedig ugye a polgárok az ő kifejezési módjukból. Tehát ez már a modernséget előlegzi. A feltett kérdések, ugye kié volt az elfojtott sóhajtás, vagy mi üvölt, mi sír, ki dörömböl, mi zokog. Tehát ezek olyan konkrét válaszokat várnak, amelyeket alapjába véve megválaszolhatatlannak minősíthetünk, míg az ötödik és a hatodik versszak ad erre választ, viszont ezek a válaszok már kozmikus távlatokban nyitnak. Tehát nem a mi hétköznapi életünkből veszi a példát, hanem nagyon is fenköltek és nagyon is elvonatkoztathatók. Figyeljétek meg például, hogy ha nem nézzük a refrén részét, ami, mint mondtam, köznapi beszédmódot is és stílust is képvisel, viszont az előző képek azok nagyon is összetettek. Prométeusz halhatatlan kínját idézi meg. Vagy a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében. Ez volt az egyik kép, amit lényegében a kortársak nem értettek meg. Nem tudták összeegyeztetni ugye a képeket, mint a vak csillag, ugye a föld, azért vak, mert nincs saját fénye, kölcsönfényt visszatükröz. Azután mi az, hogy a saját levében forogjon? Tehát ugye akkor fő, illetve forog az ember a saját levében, hogyha ugye dühös. Tehát ugye a magyar szólással nem tudták ugye ezt a kozmikus képet összeegyeztetni. Vagy Noé is megjelenik ugye, mint bibliai hős. Tehát a mitológia is a bibliai távlatokat nyit ez a kép. Majd pedig a refrén révén megint csak visszaránt bennünket, tehát ebből a magaslatból visszaránt bennünket a kocsmai jelenetünkbe, ugye a kocsmai helyzetbe. És ezek között, a végletek között feszül a teljes vers, szinte azt is mondhatnánk, hogy ezek az ellentétes elemek annyira szorosan összefonódnak, hogy ez magába rejti a romantikából eredő ellentétekkel való, tehát a végletekkel való operálást is, viszont már előre vetíti, tehát a modern alkotó gondolkodását is. Nézzük, miben rejlik ellentét. Hát ellentétes a stílusa a versnek. Tehát egyrészt, mint említettem, a köznapiság nyelvén szól, kocsmai beszéd, beszélgetés jelenetét idézi meg, és nagyon lefokozó a hangvétele,
tehát megittad az árát, vagy mindig így volt a világi élet, ez egy teljesen közhely, ami viszont itt helyet kap a versben. A másik oldalon ugye a pátosz emelkedettsége, a látomások és a víziók képe jelenik meg, egy kontraszttal, ez pedig felfokozza, és szinte szét is húzza ezt a belső feszültséget, tanulj dalt a zengő zivatartól, vagy a vakcsillag ez a nyomorú föld, tehát kitől is tanuljon dalt, tehát itt majd ugye visszatérek még egy pillanatra, tehát a cigány a zivatartól, tehát a természet hatalmasabb az embernél, tehát itt ugye ez az ellentétesség is még belejátszik. A beszédhelyzet. Erre is utaltam már ugye korábban, hogy részben a vén cigány biztatása is lehet ez a vers, tehát úgy is olvashatjuk, hogy abszolút szó szerint vesszük és tanácsot adunk ugye az idősödő cigány művésznek, vagy pedig önmegszólítás lesz és művészi azonosulás, önazonosulás, ugye ezzel a metaforával önmagát biztatja Vörös Marti, az idősödő Vörös Marti, ugye mint tudjuk az utolsó versében, egészben fennmaradt versében, és ez a művészi azonosulás már egy másik értelmet is adhat a versnek. A refrén és a szövegtörzs viszonya, erről is már a vers közben beszéltem, tehát itt is egy feszültség alakul ki, tehát a refrén az ugye a köznapi beszédmód, és ez szerint ugye pozitívan állunk hozzá, viszont a szövegtörzs kozmikus távlatú és nagyon negatív. A költői képek természete az ugye jellemzően egyrészt természet arcú embert ábrázol, tehát szemed égje, mint az üstökös láng, a hasonlatok révén, tehát a szemed olyan legyen, mint az üstökös lángja, tehát itt természetivé válik az ember rajzolata, és ugyanez jelenik meg, tehát itt is, hogy az engő zivatartól tanuljon. Illetve fordítottja is ennek igaz, hogy a megszemélyesítés révén, tehát emberarcúvá válik a természet, tehát a látomások túlnőnek ugye az emberen, tehát az engő zivatar mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, tehát itt emberi tulajdonságokat vesz számba. Tehát ezek között az ellentétek között ellentétes, illetve mögött ellentétes érzelmek is húzódnak. Tehát nagyon jó ez a vers arra, hogyha esetleg az ember egy kicsit a saját feszültségét le akarja vezetni, akkor olvassa fel hangosan, és a refréneket teljesen különbözőképpen lehet variálni. A vers aktualitását viszont szeretném, hogyha egy külön házi feladatban megoldanátok. Mellékelni fogom ugye a linket, ahol megtaláljátok Tóth Krisztina Koravén cigány című versét a Litera oldalán, és olvassátok el ezt a verset, nem hosszabb az eredetinél, mármint a Vörös Marti versénél, és két feladatot adnék hozzá. Az egyik az, hogy fogalmazd meg, hogy milyen formai hasonlóságot és intertextualitást emelhetsz ki a két versből, tehát mik a kapcsolódási pontjaik a verseknek, illetve figyeld még meg a versek hangulatát és a beszédhelyzetét, milyen különbséget emelnél ki ebből a szempontból, tehát ezekből a szempontokból. Tehát egyrészt a hasonlóságot keresd a két vers között, illetve fogalmazd meg a különbséget is közöttük. Köszönöm a figyelmet!